650 migránsért partot az olasz félsziget déli részén vasárnap éjszaka. Kizárólag férfiak utaztak a körülbelül 30 méter hosszú halászhajón, ami a líbiai Tubrukból indult útnak öt nappal korábban. Az utasok az eddigi információk szerint Szíriából, Pakisztánból, Bangladesből és Egyiptomból származnak. Mivel az érintett kalabriai kikötőben nincs a menekültek fogadására kialakított hotspot, az olasz vörös kereszt állított fel sátortábort. Itt jelenleg több mint ezer ember tartózkodik, mert itt szállásolták el azokat is, akiket szombaton mentett ki az olasz parti őrség. Az olasz kormány tájékoztatása szerint idén háromszor annyi migráns érkezett az országba, mint az előző év hasonló időszakában. Az elmúlt évtizedben 26 ezer ember vesztette életét a földközi tengeren, az Európai Unió pedig továbbra sem tudja szabályozással vagy más eszközökkel kezelni a problémát.